24 órát adunk a Broker kormány külügyminisztériumának és külügyminiszterének, hogy tisztázza magát a vádak alól, mely szerint bennfentes információk alapján 40 milliárd forintot vettek ki a Questorból. 24 órát kapnak arra, hogy bemutassák azt a dokumentumot, amely azt bizonyítja, hogy előkészített szakmai döntés született. Amennyiben ezt nem tudják bemutatni 24 órán belül, úgy bennfentes információval való visszaélés ügyében büntető feljelentést teszünk ebben az ügyben. A bennfentes információval való visszaélés úgy hangzik, aki bennfentes információ felhasználásával pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletet köt, vagy arra bárkit megbíz, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Még egyszer mondjuk, 24 órájuk van, hogy mutassák be ezeket a dokumentumokat. Egyébként rájuk ég az a vád, hogy ők kivették a 40 milliárdjukat, egyszerű magyar emberek pedig öngyilkosok lesznek, amiatt, hogy a kis vagyonuk elveszett, mind a Budakesben, mind pedig a Questorban. Hölgyeim és uraim, a Broker kormány által vezetett forgatókönyv alapján zajlik a Budakes és a Questor ügyben a pénz és a bűnösök kimentése. Ezt tette lehetővé, hogy átjátsszák a Questor ZRT-t egy teljesen életidegen alaknak, aki leginkább Kaja Ibrahimra és Josip Tóthra emlékeztet minket. Ott is eltűntek fideszes cégek, itt is ez volt a cél. Ezt tette lehetővé, hogy a broker vezetője teherautókon mentse ki a vagyonát, ezt tette lehetővé azt, hogy ma még nem ismerjük, de meg fogjuk tudni, hogy kik és milyen információk alapján mennyi pénzt tudtak ezekben a napokban, hetekben kivenni a Budakesből és a Questorból. Ezért a Magyar Szocialista Párt felszólította a kormány tagjait és minden országgyűlési képviselőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy ezekben a társaságokban rendelkezette bennfentes információval, és a megadott időben pénzügyi tranzakciót ezekben a társaságokban végzett-e. Mai napon meg fogják kapni mind a kormánytagok, mind a képviselők ezt a nyilatkozatot, amelyeket ha aláírnak, akkor tisztázhatják magukat, ha pedig nem írják alá, akkor felvetődik a kérdés, hogy miért nem írják alá azt, hogy volt-e bennfentes információjuk, és volt-e tranzakció. Én ezt a sajtótájékoztató végén itt az önök szeme láttára fogom aláírni, mint hogy minden frakciótársam, és ezt várjuk mindenkitől. Hölgyeim és uraim, még egy dolog. A napokban a Magyar Szocialista Párt irodáját ezrek keresték föl, mert csak a Magyar Szocialista Párt volt az, aki egyébként segítséget kívánt nyújtani a károsultaknak. A kormánypártok nem nyújtottak segítséget, de az ellenzéki pártok se nyújtottak segítséget. Amikor a legnagyobb bajba voltak az emberek, akkor például a Jobbiknak az volt a problémája, hogy külügyi kérdésekkel foglalkozzon, és a Magyar Szocialista Pártot támadja. Egyébként is engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket a Jobbik gyanús hallgatására Questor és Budakes ügyben. Semmiképpen sem egy ellenzéki párt viselkedése az, amit ők itt tesznek. Láttunk emberi drámákat az elmúlt napokban. Hallottunk sajtóhírekből arról, hogy emberek önkezőleg vetettek véget az életüknek, pont azért, mert ezekben a cégekben elveszett a kis vagyonuk. Azt üzenni a Magyar Szocialista Párt, hogy ahogy az ügy van végig, eztán is mindent meg fog tenni, hogy teljes kártalanítás legyen. Ha ez 2018-ig nem történik meg, és a Magyar Szocialista Párt kormányra kerül, egyrészt visszamenőleg kamatostul fogjuk kifizetni a károsultaknak azt a kárt, amit elszenvedtek, és azt üzenjük mindenkinek, aki most azt hiszi, hogy a hatalmával visszaélve meg fogja úszni a felelősségre vonást, visszamenőleg ki fogjuk vizsgálni minden forint útját, ami a Questor és a Budakes ZRT-ben mozgott, és visszamenőleg is meg fogjuk találni a vétkeseket, és meg fogjuk őket büntetni úgy, ahogy azt megérdemlik.